itt is vagyunk a mai nápolyi utolsó részével, melyben folytatjuk a tavalyi év legemlékezetesebb beszélgetéseivel, illetve bejátszásaival. Sírtunk, fanyalogtunk, szenvedtünk, de élményt kaptunk és nagyokat nevettünk. Így tudnám összefoglalni a kihívás rovatunk második részét, amelyben három kollégámmal együtt kóstoltunk kicsit erős, nagyon erős és szupererős chili paprikákat. Nézzük, miképp éltük túl ezt. Sziasztok, Fehér Peti vagyok és Kihívás című új rovatunkat látjátok, ahol első adásunkban négy kollégánkkal chili paprikákat kóstoltattunk. Nézzétek meg, mennyire volt tüzes a hangulat. Nem jó. Többet ne hívjál. Aki megenné a felét vagy háromnegyedét, szerintem az úgy sikítva rohadt el. Ő egy halapenyó, ami például a magyar paprikáktól azért számottabban erősebbnek is számít. A híres chili paprikák között viszont egy alap chili paprikának számít ez a fajta. Ő pedig egy orange habanero, aki szereti a nachoszt, ő már valószínűleg találkozott ezzel a fajtával. Tulajdonképpen ő egy ilyen, hát nem számít egy erős fajtának, de itt azért már kell egy kis tudomány a fogyasztáshoz. Továbbá a Seven Pot, Scorpio és a világ második legerősebb paprikája, ez pedig egy Scorpio Moruga karamell. Ő kb. Ilyen másfél milliós kapszai cínértékkel rendelkezik. A kisebb fajták viszont egy 1 millió 300 ezer erősségi szinten rendelkezik ebben a kapszai cínben, ami úgymond a hatóanyaga a chili paprikáknak, és ettől olyan borzalmasan erősek. Önkéntes jelenkezőinkkel fogjuk tesztelni, hogy mégis milyen ereje van a chili paprikáknak. Úgyhogy itt köszönteljük Katát, Elinát, Levit és Nikit. Egy gyors kérdést szeretnék hozzátok intézni, hogy eddig mennyire szerepelt az étrendetekben a csípős? Én annyit mondanék, hogy nem önkéntesen jelentkeztünk, mert te kértél meg minket, úgyhogy ne vedd ránk a felelősséget. Én a csípős kecsaptól is ki vagyok, úgyhogy nálam egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy érdemes lesz akkor velünk tartani és nézni a reakciókat. Niki, úgy hallottam, hogy te nagyon, nagyon bírod a csípőset, hát kíváncsi leszek. Hát eddig miket kóstoltál? Hát úgy vagyok vele, hogy most én is kíváncsi vagyok, mert azért ugye húslevesben nem maradhat el a csípős. Pizzán is, meg bármilyen ételhez, amihez passzol, azért ki szoktam próbálni csípős dolgokat, aztán most kiderül, hogy így milyen lesz. Hát akkor nézzük is az elsőt. Én rakjátok bele egy picit. Jó. És akkor utána kíváncsi vagyok a véleményedekre. Most semmi? Két chili paprika, hallod? Komolyan, ezt nem mondod. Várj, a másikból vágtál. Kata? Én még csak annyi Én sem tudom ez. Levit, meg voltál egy picit ijedve. Mit szólsz így az első karikához? Igen, már fiúként lenne az első körből. Vagy első kör után már kiesni. Nézzük a következőt, hogy ahhoz mit szóltok. Jó, hogyha közben egy kicsit elgyengültök, a tej nem véletlenül van itt, nyugodtan kenyeret fogyasszatok, egy picit talán segíteni fog. Szerintem megérkeztünk. Húsleves, ezt el tudnád képzelni? Ez húsleves. Szerintem dobjátok be a következőt. Egy idő után már nem érzed a különbséget, nem? Jaj, de jó. Ebből még kevesebbet vettek. Tényleg? Hát az előző nagyobb váltás volt. Ez is erős, nyilván. Te még megint az elsőbe haraptál bele? Nem. Várjál, most nem megy a torkomig.
Na. A második után így most nem érzem, nem hogy érzem csíp, nem, mert sem. Szerintem még a másodikat érzem a nyelvemen, tehát, hogy... Szerintem akkor harap be az egészet. Az első az tényleg nem volt annyira vészes, viszont a másodikat már csak annyira kóstoltam meg, hogy hozzányúltam és megnyaltam az ujjamat, és nekem már annyi elég volt, úgyhogy a harmadiknak már neki sem megyek, úgyhogy nekem bőven elég volt ennyi belőle. Mi most már szurkolni maradunk. Igen. Itt a két fennmaradt versenyzőnek. Ez zsibbad a felállat. Picit még várjuk a hatást. De... És szerintem meg van. Niki, akkor még kicsit toljál. Nekem a gigámat így egy kicsit biriszkálja már. Ennél semmi nekem. Levi, elég megfontolt vagy. Szerintem többet. Érzem ennél már egy kicsit, hogy csíptem. Amúgy kicsit, most kezdtem el érezni. Kicsit csípni ki. Ez nagyon. Aha. Levi, mondanál valamit? Nem. Megnyugodt, megnyugodt. De bátor vagy. Hallott, te meghalsz. Ne harap, ne harap, elég ne harap. Erős lesz. Ó, te jó Isten! Ezt kifejteni? Ugye eddig csak finomkodtatok szerintem, most már meg kéne mutatni, hogy az egészet betoljátok, innentől kezdve már úgysem érzitek. Síri csend. Ez is olyan, hogy először semmit nem érzel, aztán egyre jobban megy le a torkodon. Szerintem megérkeztünk akkor, amiért jöttünk. Borzasztó, tehát hogy pillanatig nem is érzed, amikor elkezded enni, és ez a hirtelen, mintha egy szájba vágnának. Belül a szájpadlásom szerintem vérzik, az ajkamat nem érzem. Torkom az már szerintem, nem tudom, újjá kéne varni. Fú, nagyon rossz. Főleg most így a pittyemen érzem a csípőséget, meg hátul a nyelvemen, de a tej az sokat segített, ahogy ittam, úgy már kezd elmúlni a csípőség, úgyhogy... De azért tényleg ebből egy lecsót összeállítva, az tényleg rúva lenne. Most a Köcsönkenyér visszajár című rovatunk fog következni. Hát Peti, belülünk tapasztal. Mire számítasz? Csupa jóra olyan jó volt rátok nézni. Én bízok benne, hogy kicsit eltúloztátok. Aztán meglátjuk. Kicsit eltorzult az alatt. Kicsit szárad a fejjé. Nagyon látok, nagyon jó volt. Egészséget. Elég fehérebb volt, de most egy kicsit pirosabb lett az állat. Nem érzed. Ja, tényleg? Azért az segít. Egy barátom tanácsára nekifogtunk chili paprika termesztésnek az idén, ez csak egy próba verzió, de úgy érezzük, hogy ez egy jó terület, és azért szeretnénk a jövőben is ezzel foglalkozni, saját igényeink elégítésére is, és nyilván másokat is, akik szeretik a chili paprikát. Mi az, amit esetleg ti szerettek a legjobban, vagy mi az, amit a legtöbben kedvelnek? Abszolút a karamell. Egyébként a skorpió karamell, ezt nagyon sokan keresik, meg ugye hát ez a legerősebb második, és az elsőt is keresik, a Carolina Reaper-t. De az még most nincs, majd jövőre próbálkozunk. És mit gondoltak, miért keresik, mert szeretik a kihívást, vagy esetleg nem tudom, hogy mennyire nehéz ezeket termeszteni? Hát igazán, aki szereti az erős paprikát, ő valószínűleg találkozott már chilivel,
és vannak igenis ilyen ínyencek, akik kifejezetten a leges-legerősebbeket, tehát mi is azt veszük észre, hogy a leges-legerősebb paprikákat keresik. Hogyan tudjátok átteleltetni? Gondolom fóliába termesztitek, igen. De folyamatosan lehet szüretelni? Nem minden fajtát, vannak bizonyosan évelő növények, ugye ez azt jelenti, hogy át lehet teleltetni, erre nem minden fajta képes. Ezeknek megfelelő hőmérsékletet kell és napfényt biztosítani, ezt lehet esetleg lámpával, fűtött fóliában, üvegházban, kinek milyen opcióra van lehetősége. Rendben, köszönöm szépen, hogy elhoztátok és hogy megkóstolhattuk. Én személyesen megtapasztaltam, hogy mégis mit terveztetek, aztán nekem nagyon bejött, úgyhogy sok sikert! Mindenhol halljuk, látjuk a MASZ-ban érkező diákokat az iskolánál és a hőmérsékletmérést a bejáratoknál. A gyerekek alkalmazkodnak a megváltozott feltételekhez, de vajon mit okoz bennük ez az új helyzet? Erről beszélgettem Klézli Andrea pszichológussal. Vajon a gyerekeket ez hogyan érinti? Hogyan fogják fel azt, hogy ugye ez eddig megszokott környezetben, az iskolában szabadon mozoghattak, szabadon csinálhattak, amit akartak. Most már viszont énekórán nem énekelhetnek, valahol nem ajánlott a maszk is, lehet, hogy a szülő el is várja, hogy hordjon maszkot. Mennyire viselheti meg a gyerekeket ez a változás? Én úgy gondolom, hogy szóval először is nagyon nehéz erről a dologról objektíven, de hát így beszélni sok dolog véget. Igazából én azt gondolom, hogy a gyerekeknél, tehát hogyha most a gyerekeknél maradunk, mondjuk általános iskolás gyerekeknél, és azoknál is ugye a kisebb csoportoknál, fiatalabbaknál, hogy igazából én azt gondolom, hogy nem feltétlenül a maszknak a hordása, vagy hogy most akkor tartsuk meg a 1,5 méteres távolságot, vagy mérjünk le. Tehát, hogy ezek a dolgok azok, amik egyébként szorongást és félelmet keltenek, hanem maga az a dolog, tehát nem attól, hogy fölveszem a, nem, tehát nem csak attól, hogy fölveszem a maszkot, hanem igazából az a történés, amiben ők hirtelen belekerültek minden magyarázat nélkül, és tele ellentmondással, tele félelemmel, tele konfliktusokkal, nagyon sok negatív hírrel a médiából, gyakorlatilag a szülőktől, tudod, amit ugye beszéltünk, hogy két csoportra oszlik, ugye a szülők is, hogy azok, akik tudják helyén kezelni nyilván a kialakult helyzetet, már amennyire nyilván ebben a helyzetben lehet, és azok a szülők, akik inkább azt mondom, hogy hát nem tudok jó fogalmat rámondani, hogy ne legyen semmiféle ilyen rossz érzés senkibe, tehát, hogy akik így túl féltik, vagy hogy így túl reagálják, inkább azt mondom, ezt az egész helyzetet, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez, ami mögötte van, amit a maszk, a távolságtartás mögötti érzelem világ, és ugye az egész napok, hétköznapok, amiben benne vannak, tehát az egész egy félelem és szorongással teli maszkokkal látni embereket, nyilván nekünk is furcsa, és ez a legszebb szó rá most, amit tudok mondani, nemhogy még egy kisgyereknek, aki meg legalábbis ugye ezt hallja otthonról, hogy hát ugye ez egy olyan történet, amire nagyon, nagyon vigyázni kell, ez nagyon-nagyon nyomasztó, én azt gondolom, mindenkinek. Mit gondolsz, a gyerekek mennyire tudnak jól alkalmazkodni ebben a helyzetben? Van már, ami nekik is egyszer-egyszer sok, vagy úgymond könnyebben elfogadják ezeket a döntéseket? Már hogy az iskola, vagy... Hát akár az iskolában, akár a hétköznapokban, akár az, hogy a boltban hát fel kell venni a maszkot, akár hogy nem lehet egy normális énekóra. Ez egy teljesen új rendszer a gyerekeknek. Tehát most képzeld el az első osztályosokat egyébként, akik vagy a másodikosokat, akik egyébként is bekerültek egy iskolába. Egyébként is egy csomó dologhoz alkalmazkodni kell, amihez eddig nem kellett, és akkor most tessék, akkor vegyünk fel egy maszkot, de ezen az órán vegyük le, a következő órán tegyük fel, de nem mehetek oda a barátomhoz, és hogy nem tarthatok vele kapcsolatot, igazából nem tudják betartani. Tehát figyelj, én nem tudom azt elképzelni egyébként, hogy a gyerekek még mi se felnőttek, hogy ott van a maszk náluk, és akkor hogy azt, ha
ha kimennek az óráról, azt bennem mindig egy kérdés, hogy hogyan tudják ezt úgy, mondjuk higiénikusan tartani maguknál, hogy az ne legyen piszkos, vagy érted, hogy mondom? Tehát, hogy tud egy első-másodikos gyerek alkalmazkodni ezekhez a szabályokhoz? Nyilván a pedagógus nincs ott, tehát ő nem tudja ezt figyelni. Tehát, hogy így egyszerűen én azt gondolom, hogy ehhez a helyzethez nem lehet alkalmazkodni, tehát nem lehet egyszerűen hozzászokni, tehát, hogy így nincs meg az a külső felügyelet, vagy az a belső önfegyelem, amivel ezt a dolgot nem, hogy a gyerekeknek, még a felnőtteknek sem lehet. Vagyis nehéz, na, inkább. Igen, de itt ugye említettük ugye a szülőknek a hatását. Mit gondolsz, ugye itt mondtad a két csoportot, hogy a szülők hogyan állnak nyilván ezekhez a kérdésekhez. Mi lenne talán szerinted, meglátásod szerint az aranyközépút? Hogy mégis egy gyerekről van szó, de mégis tudatosítani kell, hogy most egy más alaphelyzet van, másképp kell viselkedni, vagy nem is viselkedni, hozzászokni a dolgokhoz. Ez egy könnyű kérdés volt akkor. Igen, hát az a baj, tudod, hogy ebbe pont nincs arany középút, mert van az egyik oldal, ahogy ugye említettem, és van a másik oldal. Tehát, hogy én azt vettem észre például ilyen közösségi fórumokon, hogy az sem egy jó dolog, hogy a csoportokban például a szülők, vagy az emberek, tehát hogy ennyire egymás ellen mennek, tehát ennyire uszítják, például azt mondom, hogy új, mondjuk a maszkellenes szülők, vagy emberek egymás, mert igazából azzal még több feszültséget gerjesztenek, hiszen tenni úgymond ellene nem fognak semmit tudni. Nem tudnak. Tehát, hogy az sem jó, mert minél jobban gerjesztik egymást és saját magukat, és viszont tehetetlenek, mert nem tudják azt mondani, hogy jó, gyerekem, akkor nem menjél holnap az iskolába, vagy maszk nélkül. Tehát igazából középutat ilyen érzelmek mellett egyébként, amit hozott magával ez az egész vírus helyzet, én azt gondolom, hogy nagyon nehéz megtartani, tehát nincs az emberekbe önfegyelem. Tehát én is azt mondom magamról, hogy én nagyon elfogadó, nagyon nyugodt ember vagyok, de azért igen, tehát határozott véleményem ennek ellenére, nyilván nekem is van, csak nehéz az embernek úgy ezt a közösségbe adni, hogy akkor ebbe senki ne sérüljön. Mert mindenkinek a saját hite ugye nyilván tiszteletbe kell tartani, hogyha te abban hiszel és úgy hiszed, akkor én nem tudok veled mit csinálni. Tehát, hogy itt annyi ember, hogy is mondják, feszült egymásnak ugye ebbe a helyzetbe, hogy arany középutat én azt gondolom, hogy egyelőre nem lehet benne találni. Mit gondolsz, a gyerekek, ha lehet így fogalmazni, félnek a vírustól? Hogy mondod, hogy? Hát, hogy a gyerekek félnek-e a vírustól? Nyilván itt látják a dolgokat, nyilván felfogják valamilyen szinten, de vajon félnek is tőle? Hogy látod? Tehát, hogy milyen felelősséggel vannak egymásra? Hát, hogy félnek-e? Félnek. Félnek attól, hogy ezt elkaphatják. Szerintem azok a gyerekek, akik ezt hozzák otthonról, és ezt hallják, azok én úgy gondolom, hogy igen. És ugye nyilván ezek barátok között is alakíthatnak ki konfliktusokat, mint ugye te is mondtad, mert akkor mi van? Abban, hogy én félek, te nem félsz, akkor már úristen nem vagyunk egyező nézőponton, mert ugye az egyik ezt hallja otthon, a másik azt, illetve a nagyobbaknak nyilván felnőtteknek megvan a saját véleményük, tehát így igazából tehát, hogy ebbe sincs meg az a fajta. Tehát azt látom, hogy mindenki egyként van benne ebbe a történetbe, és mindenki egyként, és nagyon-nagyon-nagyon konfliktussal átszőtt helyzete sajnos. Voltak-e szülői megkeresések a témával kapcsolatban? Hogy? Szülők kerestek-e meg téged a témával kapcsolatban? Persze, hogy ne keresnek meg, inkább kisebb gyerekeknek a szülei. Jó páron, igen, valóban, és hogy szorongás a gyerekeknek pontosan ez a megmagyarázhatatlan félelem, hogy igazából nem adnak egy konkrét választ, mert igen, nyilván nem is tudnak. És egyszerűen nem értik, és főleg azok a gyerekek, akik egyébként is egy picit
tudod, félénkebbek, vagy szorongással telve, vagy esetleg még egyébként is olyan helyzetben vannak otthon, vagy ezt hallják, persze, hogy kijönnek olyan dolgok az iskolába is, vagy esetleg otthon is, amivel azt mondják, hogy jó, akkor most már menjünk el pszichológushoz, vagy valaki segítőhöz. Mit gondolsz, talán az egy jó út lehet, hogy a szülők azt tudatosítsák a gyerekekbe, hogy most ezt fel kell venni, most ide így szabad bemenni, oda pedig úgy szabad bemenni. Hát igen, de az a baj, tudod, hogy így minden kérdésre csak oda tudok visszakanyarodni, hogy a szülő is csak abból tud segíteni, ami saját magába is benne van. Tehát, hogy egy szülő is csak akkor tud felelősségteljesen segíteni a gyereknek, mert nyilván ugye azt mondják persze, hogy a szülőnek a dolga, hogy erre fölkészítsék, de hogyan készítse fel a szülő is a gyereket arra, amire ő sincs fölkészülve, és ő sem tud neki mit mondani. Tehát az a baj, hogy ezt a dolgot bárhonnan közelítjük meg, ez valahogy olyan zsákutca most, tehát hogy így nincsen egy arany középút, nincsen egy helyes megoldás, nem tudja senki az iskolákba is, tehát az, hogy akkor mik a rendeletek, mik nem a rendeletek, nyilván rá van téve az egész felelősség az iskola vezetésre, és akkor ez így egymás után ugye hozza magával ugye azokat a felelősségteljes döntéseket, amiknek gyakorlatilag igazából nincs alapjuk, tehát hogy nincs jó döntés ebben, jó kérdés sincs, jó válasz se, meg rossz válasz se. Tehát ez most egyelőre ilyen nagyon, nagyon káoszos helyzet, sajnos. Minden esetre javaslod azt a szülőknek, hogy üljenek le a gyerekekkel beszélgetni, hogy mégis felfogják, hogy mi történik a világban. Mármint, hogy a szülő, vagy a... A szülő a gyerekkel tanácsolat, hogy üljön hát le? Hát kellene, persze, hogy ne. Kell is velük beszélgetni, csak hát ugye ez az, hogy most a szülők akkor ezt milyen minőségben teszik meg. Tehát én tényleg azt javaslom, hát igen, tehát nehéz egy ilyen szorongásos, félelemmel teli helyzetben bármit is javasolni, ugye nyilván bárkinek, de az, hogy próbáljanak higgadtak maradni, és próbáljanak tényleg úgy részt venni ebbe a dologba, hogy a lehető legkevesebbet sérüljenek, és hogy ne fertőzzék a gyerekeket tovább, és nem feltétlenül most a vírusról beszélek, a fertőzéssel, hanem maga a félelem, maga a szorongás, maga ennek az egész helyzetnek az fertőződéséről beszélek, mert én azt gondolom, hogy jelen pillanatban ez sokkal nagyobb baj és teher az embereknek, a gyerekeknek, mint sem nyilván az, hogy most akkor van ez a járvány, tehát sokkal több hozománya van, bármelyik oldalról is próbáljuk ezt megnézni, mint sem most magának, hogy azt mondjuk, hogy igen, benne vagyunk egy járványban, ami nyilván van, tehát ez nem kétséges, csak hát ugye az, hogy ez az egész hogyan lett az embereknek adva, vagy hogy így, hogy mit tudunk vele kezdeni, az már egy másik kérdés. Abszolút egy megosztó téma, viszont szerintem a fő cél az, hogy a gyerekek ne sérüljenek, és ha most egy kicsit másképp is, de tudják megélni azokat az iskolai napokat, pillanatokat, ahogyan kellene. Szerintem ez a cél. Igen. Anni, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm szépen. Reméljük, köszönöm. Legközelebb már egy kicsit könnyedebb módon tudunk ezekről beszélni. Köszönöm még egyszer. A műsor ideje lejárt, így nem maradt másra idő, mint hogy megköszönjem a figyelmeteket. Jövő hét pénteken újra találkozunk, akkor ismét érdekes és izgalmas témákkal jelentkezünk. Terveink szerint Bozsik András lesz a vendégünk, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan válhat mentő kutyává egy ebb. Szép hétvégét mindenkinek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!